Hát, sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit a mai videóban! Amint azt észrevettétek, az előző héten nem készültem új tartalmakkal és emellett azt is be kell vallanom, hogy nem igazán játszottam az elmúlt héten az FC mobile viszont még így is sikerült néhány érdekesebb dolgot tennem a játékban, amit beszeretnék mutatni az előtt, ami előtt az érdekesebb, akcióbdúsabb részekbe máma belevágnánk, szóval érkezzen is egy kisebb időutazás. Először is a Star Pass-ban eljutottunk erre a részre, ahol játékosokat fogunk kapni, és az előző szezonból átvett Star token is megkapjuk, ami Jokerként fog nekünk használni, de nézzük az érdekes részét, mivel nyitottam egy Volkaut játékost ebben az időszakban, aki nem más lett volna, mint a képeken is látható. 83-as fattesi nem volt valami extra, de legalább volkaut volt, és bár használni nem fogom, attól független nem néz ki annyira rosszul, a 68-as Defending természetesen nem tetszett annyira, de amúgy sem használnék most már 83-as szintű játékost, de nem ezen a csomagon volt igazából a lényeg, hanem volt a Premium Pass ajánlotta játékos is itt látjátok az animációt, ami ilyen ikon villanás szerűen jelent meg, és hát ez Hiroz logó volt, ami egy 89-es eventes Algebra-t eredményezett, Hát őszintén előre nagyon megőrventem, de a statisztikáit szemlélve észrevettem, hogy a vígfutja 3 per 5-ös, és láthattátok, hogy Makukónak már a 4 per 5-ös vígfut mennyire érzékeny volt, akkor bele sem merek gondolni, hogy Algebra-nek milyen lesz a hét második eseménye az igazából itt a New Goals felületen volt, sikerült annyira előre haladni itt a dolgokkal, hogy a sztóros, vagyis stóros fogalmazzunk inkább gemespeknek a végéig sikerült eljutni, vagyis alája, és hát ahogy itt elklémelem a gemeket, azonnal megvehető opciónak jön elő a 7500 gemes player pack, Hát ezt fogjuk kinyitni, én már tudom, mi lesz az eredménye, de azért nektek meghagyom az izgalomfaktort, és hát kinyitottam szokás szerint a csomagot, és természetesen jött az animáció, viszont itt egy kicsit sokat kellett töltsön a játék, biztos gyengébb volt az interneten, de mindegy, jött volt a svájci logó, center midfielderként. Itt azt hittem, hogy sakát nyitok megint, de sevilla játékos jött, és sajnos csak egy 84-es sóvot kaptam. Hát a csalódottság az nagy volt, viszont egy millió zsetont ért a játékos, szóval azonnal léptem is a transfer marketre, és szépen fellistáztam őt. Így, ha más nem is, akkor legalább egy millió zsetonnal növeltem a keretemet pénzügyileg, nem a legrosszabb és nem is a legjobb dolog volt, 7500 gemért, viszont már ez megtörtént, változtatni nem tudtam rajta, reménykedtem egy nagyobb nyitásba, de sajnos a lehető leggyengébb overratinget dobta be ez a csomag. Tehát az elmúlt napok FC Mobile szempontból nem teltek teljesen eseménytelenül, viszont most térjünk vissza a jelen pillanatba, és nézzük meg, hogy mi újság a játékban be is léptem szépen a játékba elég hamar. Láthatjátok, hogy a marketen van egy piros pötty. Szépen meg is nyomjuk a gombot, és nézzük meg, hogy miket sikerült mókuskodni, kereskedni. Hát a játékost őszintén nem vettem, de legalább tudtam eladni, mint például Algebert, Sóvot és két Silver játékost is feltettem még a múlt héten marketre. Őket adtuk el, mivel amúgy a 89-es és 84-es játékosokat nem fogom használni, Ágyabert a 3 per 5-ös vígfutja miatt nem, és hát a Show 84-es étingele eléggé alacsonyan értékelt úgymond, így versusetekben nagyon sok használt nem fogom venni, ott ugyebár a lehető legmagasabb overratingú játékosokat kell használnom, és velük kell minél több gót lőnöm, szóval ott nem fontos se a pace, se a más statisztikák annyira, mint például head to head versus etekben az alap játékosok overratingje a fontos de most a marketet is szemügyre vehessük, és azt vettem így észre egy hét távlatából, hogy az árak nagyon-nagyon sokat nem változtak, viszont a kereslet-kínálat aránya annál inkább, és most már kicsivel talán jobban beszerezhetünk játékosokat. Na de itt van nekünk egy konnemból eventünk is, és hát a 89-es pelé nagyon jól néz ki, nem tudom, hogy ingyenesen kiszedhető-e vagy nem, mert most lépek be először ebbe az eventbe, és ezt a freepecket ki is nyitom, ami egy 70-es játékost eredményez, az árat megtekintve én arra gyanakszom, hogy a szilverekkel nagyon nagy mértékben kellhetnek exchange vagy játékosok fejlesztésébe, na de mindegy is. Nézzük most ezt a 94-es zikót, akinek a kártya dizánya fantasztikusan néz ki, de a statisztikái korán sem a legmagasabbak 90 átlagban, 88 átlagban, egyáltalán nem kimagaslóak, mégis 94-es ratinget kapott, ugyebár ez az IE logikája, és hát itt van valamilyen exchange, de véletlen kafura kattintottam, mindegy. Én azt mondom, hogy a videókádvéért egy ilyen csomagot mindenképpen nyissunk ki, mivel 1250 gemet ér, és ott a walkout animáció. Argentin right midfielder nem fogjuk használni akkor és rival plétes. 85-ös Solari, hát a ratingben lehetett volna magasabb, főleg, hogyha garantált az ilyen ilyenfajta játékos, de tudjátok, mint ez elfogadható szint. Én szerintem, szóval nem fogunk panaszkodni, majd felteszem a Transfer Marketre. Hát így gyors betekintésként így néznek ki a Konmenból Event, játszanunk kell néhány skill gamet is és mérkőzés, de nem tudom igazából, hogy megérje vinni, nem -e? Ennek egy kicsit utána kell még nézzek, de amit tudok, hogy a Welcome to FC mobile vannak nekem itt ilyen Welcome pontjaim, ezt semmiképpen sem szeretném elköltetlenül hagyni, szóval itt kiválasztunk egy részt, amin menni szeretnénk. Szerintem a csatár az fontosabb, szóval elindulunk ezen a részen. Azt nem tudom, hogy ki tudok-e itt vinni egy részt, de elindultunk, és hát lássuk, mit hoz a siker szerencse. De ami lényeges, az az, hogy itt egy garantált játékost kapunk. Minimum silver rating -el, szóval nézzük, reménykedünk egy walkout-ba, bármilyen szerencsénk van nekünk, nem lesz az, és a 70-esből is a lehető legkisebb ratingüt kaptuk, viszont ő is közel 200 ezer zsetont ér, érdekes a szituáció a marketen, pedig csak egy hetet hagytam ki, mindegy is, ugye bár ezt a négy mérkőzést sikeresen kivittem, és szerintem már a welcome eventben sem tudok nagyon sokat tevékenykedni, belépek a BL eventbe is, hát ott sincsen konkrétan semmilyen újdonság, nem baj, viszont egy ötletem lenne videózás terén a BL eventtel, szóval, hogyha szeretnétek BL eventes videókat, azt is nyugodtan jelezhetitek komment szekcióba, na de térjünk ide vissza szépen az eventbe, hát egyetlen egy pontosabban két jutalom maradt még a New Ghostból hátra, az, hogyha nem viszem ki, nem lesz nagy tragédia, de ha belefér az időkeretbe, akkor természetesen ünni fogom az eventet. És hát, ahogy mondtam már, ezeket a mérkőzéseket kellene lejátszani, és négy naponta lehetne nyitni egy Mixed Version Player Packet, ha jól látom így gyorsan, de az is lehet, hogy egy skill game et vagy mérkőzést egy nap többször is le lehet játszani, nem tudom konkrétabban, nem néztem meg. Exchange-eket tekintve vannak érdekes dolgok, itt többszörösen ki lehet szedni gondolom azért, hogy tudjuk fejleszteni, renkapolni, de őszintén ő annyira a fantáziámat nem fogta meg, az exchange teljesíthető, statisztikáit tekintve pedig mindenképpen jobb, mint Saka a védekezést és a fizikumot nem figyelve. Hát megfontolandó opció lehetne, de nem tudom, egy kicsit lusta vagyok őszintén őt kiszedni, mindegy. És hát még vannak ilyen konmembólós exchange-ek is, és például itt van a 87-es Romero, aki 192 cm-es magasságával mindenképpen jobb, mint az én alacsony kis kamposzom, de nem tudom őszintén, hogy mennyire van rá szükségem. Na de mindegy is igazából ennyi lett volna szerintem így az eventek és újdonságok körbetekintő, lenne egy fontos célunk a mai videóra nézve, fel kéne jutni World Class 2 divízióba, és így gyors számításokat tekintve két győzelem lenne Ö, elégséges ahhoz, hogy ezt bebiztosítsuk, természetesen versus van szó, és hát az első ellenfelünk ugyanolyan szinten van, mint a mi, nem a legbiztatóbb, nem a legbiztatóbb, az is lehet az elmúlt egy hétben elég könnyű volt fejlődni, és én ebből a lehetőségből kimaradtam, mindegy, ne gondoljuk túl a szituációt, hanem nyárjuk meg ezt a mérkőzést, és kezdjük Neymarral az akciót, indítjuk szélen Karincsát, és nagyot fog Anderszár a kapuba, nem baj, Neymar a gritsanszot nem hagyja ki, egy, egy az állás. Mert a következő helyzet Akunya, egy csel, tökéletes, onnan pedig nem hagyja ki. Kettő egy az állás, nem a legjobb, mert az ellenfél nagyon a nyomunkban van, már is sikerült egyenlítenie, Nem márnak jó a knokkonya. és már is 3-2 az állás jól van. Merino, a passz lehetne a legjobb opció, nem tudom, a kukó és centike múlt, hogy ne találjunk be. Nem baj, Neymar Junior, vagy junior, nem tudom kinek, hogy jobb az állás 4-3, egy gollal sikerült elmenni, de ez nem elég a győzelem biztosításához. 5-4 most már az állás, Grit helyzet, Garincsa a gyengébb lábával. Sikeresen betalál a kapuba, jól van. Nézzük tovább akkor. Neymar, ez rossz lövés volt, Vanderszár, nem csoda, hogy kivédte egyenlít az ellenfél, és hogyha így folytatjuk, akkor nem csoda az. Jól van, sikerült a labdát a kapuba juttatni, viszont még örökké döntetlen az állás makukó Jó a csál, és a lövés is a kapuba landó, jól van, 8-7-8-8 most már. Garincsa a gritet belövi, és az ellenfélem fog múlni most már a mérkőzés vége kimenetele, és 9-8-ra nyertünk. Tehát egyetlen egy győzelem választál minket a World Class 3-as divíziótól. Jól van, szoros meccs volt, és a munkánk, vagyis a harcolásunk, a mentalitásunk meghozta a gyümölcsét. Hát nézegetem, hogy egy döntetlen netán nem lenne elég, nem úgy tűnik, nem úgy tűnik, megnézzük, hogy mire tudunk menni. Bár elég jó helyzetekkel rendelkezünk, tiszta, great, illetve gűd sanszokat kapunk. Illen ezt a mérkőzést megnyerni, döntetlen ne is jusson az eszünkbe. Így néz ki ugyebár a team, illetve az ellenfélé. Csak ugyanígy nem tűnik extrának, nem tűnik extrának, aztán ki tudja, hogy nagyon jó skillekkel rendelkezik, és az alapsanszokat csak úgy durantja be az ellenfél, Makuko Power shot. Hiba volt, hiba volt a Pavel, nem baj, Neymar Junior megszerzi a mérkőzés legelső gólját, és vezetünk jelen pillanatban ezzel a találattal. Makukó szépen Húz és a kapus szépet véd, nem baj. Neymar, jó, ott a gól, 2-2, nincsen gond. Nézzük tovább. Jó a passz, Makukó, és 3-2, 3-3, most már az ellenfél nagyon-nagyon tapad ránk. Nincs nyugtunk, nincs győ. Nyugtunk, Mokuko jó a passz, 4-3, viszont az ellenfél megint hamar egyenlít, nem baj, 4-4, Neymar a grítete, becsavarja a kapu jobb oldalába, 5-4 az állás, jól van, középen, megint Neymar, és megint Neymar nem hibázza el, 6-5 az állás, egy góllal vezetünk viszont, ha ezt a grítet belőjük, így már két góllal vezetünk, nagyon jó, 7-5, megint Neymar mehet hatalmas helyzettel, nem hagyja ki, 8-6 a mérkőzés jelenlegi állása, és most már közeledünk a 20 másodperces határhoz, benne is vagyunk, 9-7 az állás, és nagyon dobja a játék a grid chanszokat, ne már meg nem hibázza el ezeket, 10-8, és már a 10 másodperces határon belül vagyunk, ne már. 11-8, és ez innen már 100%-ban eldölt. Fejtünk így tehát a World Class -e. Hármas divízióban menet közben Makukóval megpróbáltam megint a power Valószínűleg ezek után vele soha többet nem fogok így lőni. Na de lényeg, ami lényeg, hogy elértük ezt a célt, amit a mai videóra kitűztem. Ott vagyunk a World 3-as divízióba versus etekbe. Nem mutat rosszul, nem mutat rosszul, de jobb lett volna ezt a szintet head to elérni. Viszont a magas overratingünket valamilyen féleképpen muszáj kihasználni. Ezért jó a versus etek. Gyorsan beléptem a sztorba, és észrevettem, hogy két nagyon-nagyon jó árban levő csomag van. Itt van ez a Libertadors csomag 1500 gemért, nagyon jó ajánlatba, innen mindenképpen van esély jó játékost is nyitni, persze ezeket hiába nézed, mert csak leuntott a csomagvásárlásról, és kiderül, hogy még sincs olyan nagy esélyed itt jó játékost nyitni, de rendelkezünk több mint 25 ezer gemmel, ezt most már jó szívvel elkölteném, főleg, hogy vannak ezek a csomagok, és úgy döntöttem, hogy a döntést rátok fogom bízni, Ma a videó kitétele után YouTube Community-be kifogok tenni egy szavazást, meg tudjátok szavazni, hogy szeretnétek-e ilyenfajta pack openinget vagy ne, a gememet megérje ára költenem, illetve nem. Jó, nyilván lehet nem éri meg az összeset ára költeni, de hogyha ti szeretnétek egy pack opening videót, akkor semmi nem fog megállítani abba, hogy ezt ne tegyem meg, és amint láthattátok, sakát elklémeltem, vettem belőle egy újabb példányt a Transfer Marketről, mégpedig annak érdekében, hogy renkapolni apolni tudjam őt, lehet nem volt a legokosabb döntés, ezt beismerem, de most már, hogyha van egy ilyen sakánk, azt én szerintem muszáj, muszáj minél fennebb tolni, a PC-vel még egyszer nem vagyok a legelégedettebb, de versus etekben nem érzem meg, ott alig jut őszintén labdába, és hát szerintem, hogyha jól tudjuk használni hettükhetben védekező játékosként, akkor nem lehet gond. Nem hiába növeltem neki a defending statisztikáit most, és igen, 88-as most már Saka, és a pésze továbbra sem fejlődött, viszont 82-es a defendingje és 82-es a fizikuma, passzolása kiváló, 89-es shootingban is stabil, és most pedig jöhet egy-két fejlesztési szinte, felnyomom őt szépen level 8-asra, beleteszek egy-két random silver játékost, és már is kaphatja a plusz 3 -e statisztika beli növekedés, level szint beli növekedést, növekedett a pace, a shooting és a dribbling is nem tűnik még most sem a legacélosabb középpályásnak, de fejlődgett lassan. És most így megnézve eléggé buta döntést hoztam. Srácok, ezt megkövessétek el utánom, amit én most csináltam, mert Saka sajnos mégsem annyira jó, mint amennyire gondoltam, hogy jó lesz a fejlesztések után, de hát ez van. Jelen pillanatban így néz ki a csapat, és én azt gondolom, hogy a mai videót ezennel le is fogom zárni. Tudom, nem lett a leghosszabb, de szerettem volna visszatérésként úgymond egy kisebb helyzetjelentést csinálni. És hát akkor szavazzatok meg kérlek titeket a YouTube community-ben, illetve Instagramon és majd találkozni fogunk a következő videóban, ami vagy egy magyar válogatott projekt epizód lesz, vagy akár az a pekkopening, amit ti megszavaztok. Meglássuk még, mit hoz a jövő, de addig is vigyázzatok magatokra, és sziasztok!